Hungarian Rockstar Club, Magyarország legfejlettebb és legsokoldalúbb GTA-s közössége. Csatlakozz te is! Elérhetőségek a leírásban. Na, sziasztok srácok, én Dani vagyok, és ebben a mai videóban a GTA 6-ról, illetve az arról szóló pletykákról lesz szó, ugyanis összeszedtem nektek a legfontosabb és leghihetőbb információkat, amik mostanában terjengenek a neten. Kezdjük ott, hogy a GTA 5 idén szeptemberben lesz 6 éves, ami más játékoknál már egy hatalmas nagy idő lenne, és talán valószínűleg már ki is futottak volna a divatból. A GTA 5-nél azonban ez szóba sem kerül, hiszen minden évben döntögeti a különböző rekordokat, legalábbis olyan tekintetben mindenképp, hogy még mindig egyre többen és többen játszanak vele. Ugyanakkor a legtöbb GTA és Rockstar rajongó már tűkön ül a játék folytatása miatt, ami egyenlőre 2020-ig még biztosan tárgytalan, hiszen a Rockstar főnöke Dan Houser egy 2018-as interjúban elmondta, hogy addig nem fog megjelenni a GTA 6, amíg Donald Trump az amerikai elnök. Hogy ezt miért mondta Hauser, az most nem is annyira lényeges nekünk, viszont ezzel ugye biztossá vált, hogy 2020 előtt nem kell számítani a GTA 6 megjelenésére. Szóval egy biztos pont már van a GTA 6-tal kapcsolatban, de nézzük meg, hogy a többi Grand Theft Auto rész milyen időközönként jelent meg. Az első GTA 1997-ben jelent meg, nagyon kezdetleges grafikával és felülnézetes móddal, aztán ezt követte két évvel később a GTA 2, ami bár még mindig felülnézetes volt, grafikailag jelentősen előrelépett elődjéhez képest. Aztán ezután következett a GTA 3, amit szintén két évvel később, 2001-ben adtak ki, rögtön egy évvel később megjelent a Vice City, majd két évvel később, 2004-ben a mai napig hatalmas sikernek örvendő San Andreas. És aztán jött egy 4 éves szünet egészen 2008-ig, ugyanis akkor adták ki a GTA 4-et. A GTA 4-hez egyébként több kiegészítőt is készítettek később, de egészen 5 évet kellett várni a GTA 5-re, ami ugye 2013-ban jelent meg, és még a mai napig sem jelent meg annak a folytatása, a GTA 6. Szóval ami ebből már biztosan látszódik, hogy a GTA 5 és a GTA 6 között fog eltelni a legnagyobb idő, hiszen 6 évet eddig egyik folytatása sem kellett várni, de ezt nyilván be lehet tudni a GTA 5 egyrészt hatalmas sikerének, és annak is természetesen, hogy jóval fejlettebb, kidolgozottabb és szebb is lesz valószínűleg a 6, mint bármelyik elődje. És a végére hagytam egy nagyon érdekes pletykát, amit a Hungarian Rockstar Clubon keresztül tudtam meg én is. Ez arról szól, hogy a Rockstar Games elkezdett egy új projekten dolgozni, aminek bár még nem lehet tudni a témáját, de az biztos, hogy egy nagyszabás munkáról van szó, ami akár jelentheti a GTA 6-ot is, hiszen a Red Dead 2 az most jelent meg nemrég. De ez még nem minden, hallgassátok meg ezeket az álláshirdetéseket. A Rockstar New York embert keres a Motion Capture Tools Developer pozícióba, a munkakör leírás pedig a következő. Feladata lesz a játékbeli karakterek életrekeltése a valódi színész külsője és mozgása alapján. Aztán szintén a Rockstar New York hirdetése Digital Designer pozícióba. Feladata képek, bejátszások, videók és hirdetések elkészítése szűk határidőre egy közelgő nagy projekthez. Aztán nézzük a Rockstar Canada hirdetését. Animációk készítése egy új játék bejelentéséhez, új technológiák kidolgozása, tesztelése és a karakterek dinamikus mozgásának tervezése. És végezetül pedig nézzük a Rockstar India álláshirdetését. Egy következő generációs játékvilág megalkotása egy izgalmas, közelgő, nagyszabású projekthez, hihető és életszerű játékkörnyezet kialakítása egy nyílt világú játékhoz keresnek dolgozót. Na most nem tudom, ti mire következtettek ezekből, de nekem abszolút az jön le, hogy a GTA 6-on kezdtek el dolgozni, hiszen, és ezt már mondtam egy másik videóban is, a Red Dead 2 megjelenése után több mint valószínű, hogy minden erőt átcsoportosítottak az új Grand Theft Auto részre, és valószínűleg most már tényleg nekiálltak elkészíteni a GTA 6-ot. És hogyha engem kérdeztek, szerintem 2021-2022 egy teljesen reális elképzelés lehet arra, hogy mikor jön az új rész, viszont akkor még idén, de legkésőbb jövőre mindenképpen be kellene jelenteniük a GTA 6 érkezését, elég csak a GTA 5-re gondolni, ahol már ugye a megjelenés előtt 2 évvel, 2011-ben bejelentették a folytatást. Na úgyhogy srácok, ennyi lett volna ez a mai videó, elég sok info volt egyszerre, de írjatok le kommentben, hogy ti mit gondoltak erről az egészről. Ha tetszett a videó, akkor nyomj rá egy lájkot, ha pedig még nem tetted volna meg, akkor iratkozz fel. Én Dani voltam, a következő videóban találkozunk. Sziasztok!